az óceánt feldolgoztam, mint témát tavaly augusztusban. Kezdtem el, mert akkor egy ilyen rezidencia programon voltam Portugáliában. És pont a nosztalgiát az óceán felől próbáltam megközelíteni. Tehát ott megjelenik a só. Koszorús Rita festményén sajátos képzett társítást jelenít meg, amelyben összekapcsolódik az óceán, a só és a könny. Ez a nézőben egyfajta nosztalgiát ébreszthet, legyen szó örömteli vagy szomorú emlékekről. Az időfogalma kulcsfontosságú a Hegyvidék Galéria január 27-én megnyílt Átfedések című kiállításán. A Koszorús Rita és Dóra Ádám képzőművészek munkáiból összeállított tárlat a művészek utazási élményeiből és korunk jelenségeiből ismerít, miközben a különböző jelentés rétegek összemosásával kísérletezik. Két olyan kiállítóról beszélünk, akik egyébként nem ismerték korábban egymást, tehát egymás munkáival találkoztak, de itt igazából nagyon jó ötlet volt az, hogy az ő munkásságukat így együtt mutassuk be. Nagyon különleges dialógus párbeszéd jött létre az alkotások között. De a multidézés, az élményfeldolgozás nagyon fontos kiinduló pont mind a kettejüknél. Nagyon sokat utaznak, általában pont az ilyen utazási élmények azok, amelyek őket megragadják, de mindezeket absztrakt motívumokon keresztül, különleges struktúrákba építve, különböző faktúrákat létrehozva alkotják meg ezeket a munkákat. Mindkét alkotó munkáin hasonló módon jelennek meg a különböző, sokszor áttetsző, rétegzett formák, tájelemek és építészeti struktúrák. Emellett az Átfedések elnevezés a művészek absztrakt és gesztusszerű ábrázolás módjából ered. Próbáltunk egy olyan tárlatot létrehozni, ahol azért megjelenik ez a természeti elemek is, ugye benne vannak mindkettőnk munkásságában, ugyanakkor ez az absztrakt lebontás és képfelépítés, kép újrafelépítés és átfedések, amit ugye a címnek használtunk. Ezt tartottuk a legfontosabb kötő pontnak vagy kapocsnak. A kiállítás a Cifra György emlékév kapcsán rendezett fesztivál részeként látható. Az alkotások mind a mellett Cifra játékosságát, variációs művészetét is megidézik. Ezzel is hoztuk létre ugye ezt a párhuzamot a fesztivál és a kiállítás között, és készülünk egy zenés tárlatvezetéssel, amely majd február 16-án lesz itt a galériában 18 órától. Olá Vilmos gitárművésszel együtt közösen a kiállító művészekkel fogunk tartani egy tárlatvezetést. Erre nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. A galéria Cifra Györgyhöz hasonlóan fontosnak tartja a fiatal alkotók felkarolását és támogatását. Ennek szellemiségében jött létre az Átfedések című tárlat is, amely február 26-áig látható a Királyhágó téren lévő galériában.